Egy hatalmas csokoládétorta kíséretében ünnepelték a lakók Bonyhád várossá avatásának 45. évfordulóját. A rendezvényre kilátogatók zenés, táncos és egyéb interaktív programokat élvezhettek, az est méltó lezárásaként pedig a Republik együttes adott koncertet. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármester asszonya elmondta, 1977-ben hasonló időjárási körülmények között vehették át a hivatalos, várossá minősítő okiratot, de a mostanihoz hasonló hideg akkor sem szegte kedvét az embereknek. A művelődési háznak volt egy nagyszerű ötlete évekkel ezelőtt, pontosan 3 éve, és egy nyertes pályázata ennek köszönhetően álmodták meg a Városnapja rendezvényt. Nagyon sok településen van az országban Városnapja, de általában ilyen alkalmakkor városi rangos díjakat, kitüntetéseket szoktak átadni. Bonyhád önkormányzatának pedig a rendelete szerint mindig valamelyik nemzeti ünnephez kapcsolódik egy kitüntető díj, ezért egy sokkal színesebb és egy ilyen nagy forgatagot álmodtunk meg körülbelül 1/2 évvel ezelőtt erre a napra. Hozzátette, nagy örömmel tölti el, hogy az Én Városom Bonyhád címmel kiírt rajzpályázatra több mint 200 remek mű érkezett az általános iskolás diákoktól, melyek közül nehéz volt kiválasztani a legjobb alkotásokat. Tényleg nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy végre 2 olyan év után, amikor a járványhelyzetben semmilyen nagy közösségi programot nem lehetett szervezni, hiszen a város egyik legnagyobb programja, a Tarka Fesztivál elmaradt a tavalyi esztendőben, sőt előtte is, hogy legyen végre egy nagy színes forgatag, amiben a legkisebbek és az idősebbek is megtalálják a maguk programját, és jól érzik magukat. A rendezvény sorozatra ellátogatók részt vehettek családi programokon, pólófestésen és könyvbemutatón. Kipróbálhattak VR és óriás társasjátékokat, valamint megtekinthették a helyi breaktánc együttes és a szombathelyi kötélugró klub műsorát is.